A tavalyi év végén megjelent belvíz még most is problémákat okoz Adán. Leginkább a vályokházak rongálódtak meg, a falak a kiszáradást követően megsüllyedtek vagy kidőltek. Egyszerűen vacsoráztunk egy zuhanás és a... kiment a fal alja félig. Akkor alá lett támogatva, aztán neki fogtak férjem meg a fiam is, akkor leszették a tetőt, cserepet, hogy ne menjen tönkre minden. Úgyhogy legalább azt mentsük meg, amivel pótolni bírjuk, hogy ne sokat küljön pótolni az épületanyagot se. Összesen 15 család részesült a segélyben. Téglát, cementet, homokot és szigetelőanyagot anyagot biztosított a megrongálódott házak lakóinak a második helyi közösség, és az elosztásról is gondoskodott ugyanannyi károsult vár még segítséget. Még mindig vannak körülbelül egy 15-20 kérelem az, aki vár segítségre. Itt a bizottság úgy mérte föl, hogy ott még nem kritikus, szóval itt azért azt is fel kellett mérni, hogy hol az, ahol tényleg mondjam azt, hogy égető, szóval ahol tényleg, tényleg nagyon sürgős segítségre szorulnak. Építőanyagot azok a családok kaptak, akik a felújítással lakhatóvá tették a házukat. A már összedőlt épületekre nem terjedt ki a támogatás.